Jó napot kívánok! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Romkert közönségét, ugyanakkor a KMN televízió nézőit is, hiszen az itt lévő nézőknek is elmondom, hogy a most következő divatbemutató élő közvetítésben megy a KMN televízióban, illetve az Erdély TV-ben. Azt el tudom már most mondani, hogy egy hihetetlenül izgalmas másfél óra elé nézünk. Szóval, az aktuális helyzetben a divat ugye egy kicsit háttérbe szorult, hiszen a karantén periódusban nem igazán volt hová öltözködni. Annak ellenére, hogy egy szépen megmunkált selyempizsama is lehet igen elegáns, az Artwise alkotói úgy érezték, hogy vizuális felfrissülésre van szükség a divat tekintetében. És így született meg a kontraszt koncepció, amelyet ma bemutatunk önöknek. Itt a hangsúly az experimentális tervezés extravaganciája és az utcai viselet lazasága közötti különbségre kerül, de hát ezt majd meglátják. A kontemporális divat eklektikusságának, a színek, minták és formák keveredésének 8 fiatal erdélyi és egy budapesti dizájner alkotásai által lehetünk ma szemtanúi. És akkor be is mutatom most önöknek a dizájnereket. Kérem a színpadra Frigy Nórát, óriási tapsot. Gyere Nóra, vegyed a mikrofont. Röviden csak annyit kérek tőled, mutatkozz be, mondd el, ki vagy, mi az álmod. Jó, Frigy Nórának hívnak, Marosvásárhelyről jöttem, és 2015-ben jöttem Kolozsvárra, itt végeztem el az alapképzést és a mesterit is, és az álmaim végül is az, hogy ebben a szakmában egy kicsit mozoghassak, nem feltétlenül designer, de akár stylist, ez is így érdekel. És ennyi. Hát ennyi most egyelőre elég is, hiszen hamarosan jönnek a kreációid. Köszönjük szépen, köszönöm. Nóra! Kérem a színpadra János Jágnes Anikót, Sepsiszentgyörgyről. Szia, feléd is ugyanez a kérés, mutatkozz be, honnan jöttél, mit végeztél, mi az álmod? János Jágnes vagyok, Sepsiszentgyörgyről jöttem. Budapesten végeztem a Moholy Nagyművészeti Egyetemen a ruhatervező szakon, és utána Helsinkiben dolgoztam, mint tervező fenntartható technológiákkal. Hűha, ez érdekesen hangzik. Igen, de úgy éreztem, hogy itthon szeretném érvényesíteni a tudást, amit felhalmoztam, és jelenleg ilyen természetes anyagokkal, nagyon letisztult formákkal dolgozom, és keresem... Olyasmi, amit rajtad látunk, ugye? Ez igen, az ez a lendőr is a saját kreálványom, és keresek valamiféle átmenetet a tradicionális és a kortárs esztétika világ között. Nagyon szépen köszönjük, várjuk a te kreációidat is. Színpadon most Jakab Andrá. Szia Andrá, te kolozsvári vagy? Székelyudvarhely. Igen. Székelyudvarhelyről jöttem. 2015-ben költöztem fel Kolozsvárra, itt végeztem a Képzőművészeti Egyetemen, divattervezés szakon, és hát 2015-ben kezdtem el úgymond az ilyen saját kisebb márkámat, és azt szeretném így a jövőben fejleszteni, meg azon dolgozgatni. És ezt ma bemutatod nekünk természetesen. Igen, igen, egy részét, igen. Nagyon szépen köszönjük. Következik Antal Hajnal Marosvásárhelyről. Most helyet cserélünk a változatosság kedvéért. Köszönöm a nézőket. Parancsolj, kérlek, mutatkozz be. Antal Hajnal vagyok, Marosvásárhelyről érkeztem, és vállalkozóból lett divattervező vagyok, hiszen 8 éve vagyok úgymond vállalkozó, és az elmúlt 8 évnek a tapasztalata során tettem szert úgymond tervezői babérokra, hogyha lehet ezt így nevezni. Célom, hogy divattá tegyem a környezetvédelmet, és hogy bebizonyítsam azt, hogy a hulladék igenis érték. És itt lesz egy meglepetés, hiszen itt nem ruhák vonulnak, de én azt nem árulom most el, hanem kiderül a későbbiekben. Nagyon köszönöm. Szépen köszönöm. Kérem szépen a mikrofonhoz Larker Nórát. Nóra, gyere! Szia! Ugyanaz a kérdés feléd is. Larker Nóra vagyok, Székelykeresztúron születtem, de 5 éve Kolozsváron élek, és most végeztem a mesterivel. Az álmaim pedig, hát azok kialakulóban vannak, úgyhogy arról nem osztok meg semmit most. De azért a későbbiekben meg tudunk valamit. Persze.
persze. Illetve kezdetén. Meglátjuk, előbb meglátjuk, és utána beszélgetünk is róla. Köszönöm szépen, már a második Nóránk volt van. Következik Horváth Noémi. Szia Noémi. Parancsolj, igen. Horváth Noémi vagyok, Székről, innen nem messze. Egy kicsit a mikrofon közelebb. Kolozsvár mellől, Székről. Itt végeztem én is az UAD-n, a divattervezés szakon. Célom, hogy megmutassam a világnak a népművészetet, meg néphagyományt, meg a divat közti kapcsolatot. Hát ez nagyon jól hangzik, kíváncsian várjuk. Köszönjük szépen. Köszönöm. Következik Márton Krisztina. Te is Marosvásárhelyről jöttél, jól igen, tudom? Igen, Marosvásárhelyről. És hát kicsit kakukktojás vagyok több szempontból. Egyrészt, mert restaurátorként dolgozom, és emellett szoktam alkotni. Másrészt, mert itt nézem ezt a sok fiatal tervezőt, és hát más korosztály vagyok, de remélem, hogy azért... Nem baj, korosztályban mi legalább találunk. És hát az álmokról, talán épp ennek köszönhetően a nagy álmom már teljesült, van egy szép családom, 3 gyerekkel, úgyhogy innen már csak azt szövögetem, hogy majd nyugdíjas koromban miket alkossak, mikor lesz majd talán több idő. És a szövögetéseid eredményét meglátjuk itt ma. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Verók Adrien, budapesti dizájner, őt nem tudom a színpadra hívni, mert nincs itt velünk, viszont az alkotásait látni fogjuk. Én csak egy idézetet hoztam tőle, illetve küldte ő nekünk. Itt selyemfestés lesz, azt elárulom. Azt mondja Verók Adrien, hogy a selyemfestés számomra önkifejezés, a színek és a selyem találkozása, maga a csoda. Hát én nagyon kíváncsi vagyok erre a csodára. Most pedig kérem szépen a színpadra Kurjat Korsolyát. Semmi baj, gyere, fáradj előr. Mint annyit vonultunk hátrafele, hogy már majdnem eltűntünk a nézők elől. Kérlek szépen mutatkozz be, honnan jöttél. Kurjat Korsolya vagyok, Marosvásárhelyről jöttem. 2018-ban fejeztem be a Divattervezés Egyetemet itt Kolozsváron. És az álmaim azok, hát hogy a saját márkámat a Libelben minél többet tudjak alkotni, és hogy a ruháim megtalálják gazdáikat. Köszönjük szépen! Úgy látom, Marosvásárhely nagyon erősen képviselteti magát ezen a divat bemutatón. Kedves közönségünk, kezdünk. Kérek egy bátorító tapsot az alkotónak, kérem a zenét, és várjuk az első dizájner alkotásait a színpadra. Frigy Nóra alkotásai mutatkoznak be. Parancsoljatok! Thank you.
lépünk az alkotóval együtt a színpadra. Tehát ő Horváth Noémi, nem Frigy Nóra, itt a nagy izgalmak közepete, gyere fáradj előrébb, itt a nagy izgalmak közepete, a manökenek folyamatosan kell öltözködjenek, úgyhogy egy kicsit nehéz volt a sorrendet kialakítani. Tehát Horváth Noémi alkotásait láttuk most itt a színpadon, kérlek beszéljünk el ezekről. Mint mondtam a bemutatkozóban is, én a néphagyománnyal, népművészettel foglalkoztam. Székről jöttem, Széken nagyon erőteljesen él még a hagyomány. Az idősebbek mai napig is népviseletbe járnak, fiatalok is ünnepekkor, meg templomba felveszik azokat, és én ezt be akartam mutatni valamilyen szinten olyan embereknek, akik nem ismerik annyira a széki népviseletet, és olyan anyagokból dolgoztam, amit már viseltek széki hölgyek, mert ezek eredeti széki anyagok. Mamám segített nekem lerakni az egészet, és ilyen volumokat akartam létrehozni. Kérünk, igen, fáradj közelebb, ugye az operatőrök is. Tehát mutassuk be, hogy itt mit látunk. Ez eredeti széki anyag. Igen. Széki szoknyából lettek ezek az alkotások. És minél jobban ki akartam emelni az ilyen volumokat, meg a hajtásokat. És látom, hogy különböző anyagokat kombinálsz. Igen, nagyon érdekes látni, hogy ez egy szoknyadarab, egy másik szoknyadarab, illetve legalább négy, megfordulsz, kérlek. Igen, négy különböző. És olyan anyagokat illesztettem össze, amit maga a népviseletben nem rakják így össze őket. Uh-huh. Én különbözőt szerettem volna, de mégis valahogy. És te úgy értékeled, hogy a néphagyomány, a népviselet már önmagában divat, te ez a koncepció. Igen, ugye, hát én is kiskorom óta viselem a népviseletet, és én mindig olyan boldogan viseltem, olyan büszkén viseltem, hogy ez az enyém, és azt szerettem volna bemutatni, hogy az is egy divat, de fel lehet menni azt másféleképpen is. És már kiskorodban gondoltál te arra, hogy divattervező leszel valamikor, vagy ruhákat fogsz kreálni? Kiskoromban is rajzoltam nagyon sok ruhát, igen, és szerettem volna az lenni, igen. Nézzük meg a másik manökent is, kérlek, fáradj ide. Ez most egy hasonló a két ruha, de mégis egy más stílust látunk itt, ugye? Igen. Nem látszik a sziluette. Úgy szerettem volna, hogy ez mindenkinek jól áll, ugyanúgy, mint a népviselet. A népviselet is függetlenül attól, hogy te molett vagy vékony, mindenkinek jól áll. És olyat szerettem volna én is alkotni, ami mindenkinek jól áll. Ezt külön értékelem, mert ez ritka. Általában nyilván, amit a manökeneken látunk, mindig használhatatlan valahol idézőjelben, tehát ez egy külön pluszpont neked. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen nektek is. Tapsot kérünk. Horváth Noémi alkotásait látták. Következik a színpadon Kurjatko Orsolya, illetve Kurjatko Orsolya designer manökenjei vonulnak fel. Parancsoljatok! Thank you.
Burjat Korsolya, marosvásárhelyi designer alkotásait. Látjuk, kérem szépen őt is a színpadra. Észrevétlenül ide osontál, igen. Na, gyere, beszéljünk egy kicsit a munkáidról. Izgalmasak, szépek, azt látjuk. Mi a te koncepciód? Az én inspirációs forrásom az 50-es évek női viselete és anyagválasztása. Munkáimban megbontottam a formákat, az aszimmetriára építettem, és a kontraszt az anyagokon belül látszik leginkább. Az egyszínű anyagok passzek, merevebb anyagok, és a felső réteg az pedig egy lengét sejem. Csináljuk ugyanúgy, ahogy az imént is, kérjük szépen ide az egyik manökent. Mert a színeket meg kell nézni közelről, érdemes megtapintani. Tehát ez egy keményebb anyag, igen, ugye? Itt ebben az esetben beszélünk, van tartása. Igen. Ebben a munkában mondjuk a kontraszt a szoknya és a nadrág között is látható. Hogy érzed, hogy ezek a ruhák hordható? Igen. Tehát te is úgy látom, a hangsúlyt fektetsz a hordhatóságra. Igen, fontos számomra. Igen, egy kicsit mesélj arról, hogy vannak fiatalok, lányok, akik hordják az alkotásaidat előszeretettel, tehát... Jelenleg a Blaze Design Darboltban mutatom be ruháimat, igen, és úgy láttam, hogy kaphatóak rá, tetszenek a munkáim az embereknek. Marosvásárhelyen neked van egy vállalkozásod is, igen, most nem itt a reklámhelye, ugye, de te ezt tulajdonképpen üzleti szinten folytatod. Igen, most kezdtük februárban, és az erdélyi dizájnerek termékeit mutatjuk be boltunkban. Te hogyan látod itt Erdélyben, milyen szinten mozognak a dizájnereink? Tehát most a világ nagyvárosaihoz képest. Hát a nagyvárosokhoz Budapest, képest még Milánó, kezdő szinten vagyunk szerintem, uh-huh, de jó úton haladunk afele, hogy minél több embert megszólítsunk. Nagyon sokan vagytok Marosvásárhelyről. Igen. Mivel magyarázható ez szerinted? Nem tudom, talán a művészeti liceum, ami... Bizony, amiatt az lehet az egyik oka. Kolozsváron sajnos nincs a mai napig magyar nyelvű művészeti múzeum, ebben Marosvásárhely elől jár. Igen. Kurjat Korsolya, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gyönyörűek voltatok. Következik... Persze, tapsot előbb. Lányok, nektek is köszönjük. Színpadon Verók Adrien.
Maradjatok a színpadon, gyönyörűek ezek a sejem kiegészítők. Hát Verók Adriana, amint mondottam, ő egy budapesti tervező, ő ma nem lehet itt velünk, de küldött nekünk önmagáról egy idézetet. Azt mondja, a sejemfestés számomra önkifejezés. A színek és a sejem találkozása maga a csoda, lehet ezt láthatjuk is. Kezdetben csak az ösztön és az univerzum vezérelt, most már bele tudom vinni a tudatosságot, a tervezést is az alkotásban. Így az egyedi és megismételhetetlen darabok mellett készülnek kollekciók is. A fejlődni akarás, a tanulás folyamatosan jelen van az életemben. Remek kiegészítője lett munkámnak a szín és stílus tanácsadó képzés is, ahol megtanulhattam, mely színek állnak jól a különböző színtípusokhoz. És a munkámhoz hozzáadtam ezt a szemléletet is. A tudatos öltözködés és vásárlás híve vagyok. Évszak típusonként készült kiegészítőim is ebben a szellemben készülnek. Ékszereim a hulladékmentesség jegyében. Termékeim között mindenki megtalálja a hozzá leginkább illő darabot. Tapsot kérünk neki is. Szerintem követ minket élőben a KMN televízióban, tehát így a televízión keresztül is köszönjük szépen neki, és nektek is csodálatosak voltatok. És akkor készülődhetnek Antal Hajnal manükennjei. Várjuk őket a színpadra. Akkor bemutatom ismét önöknek Antal Hajnalt. Gyere, fáradj! Üdvözlöm én is a nézőket.
Na hát itt volt a meglepetés, most nem ruhákat, hanem táskákat láttunk. Hát tudom, hogy a nézőknek nehezebb olyan távolságból szemügyre venni, de szerintem megtekinthetik, amikor lejárt a divat bemutató közelebbről is, ugye? Így van. Táskáinknak a tulajdonképpen a legfőbb tulajdonsága az, hogy hulladékból, főként papírból, műbőrből, hulladékbőrből készülnek, és éppen ezért van egy ilyen egyedi stílusuk és értékük, hogy a hulladékot úgymond a kezeink között értékké varázsoljuk. Én közben mutatom, mert nagyon izgalmas. Ez a plikk amúgy nagyon-nagyon izgalmas, mert ez a legújabb kollekció egyik darabja, és talán abban a legkontrasztosabb, hogy minden egyes eleme újrahasznosított, minden egyes eleme olyan, ami már valakinek teljesen értéktelenné vált, ezáltal pedig úgymond új értéket adtunk a táskának, és egy mandala kép is díszíti, ami kristályokkal és különböző kis festményekkel van kirakva. Remélem a nézők látják, a televízió nézői, de az itteni közönségünknek is ígérem, hogy szemügyre vehetik közelebbről. Így van, tehát amiután lejárt a bemutató, nagyon szívesen megmutatom. Itt, amint látják a kedves nézők, különböző modellek, különböző méretek, illetve formák is láthatóak. És annyit kell még tudni a táskáinkról, hogy közel 7 éve létezik úgymond a Selected Bags, és én 7 évvel ezelőtt a zászlomra tűztem, hogy igenis divattá fogom tenni a környezetvédelmet, és be fogom bizonyítani azt, hogy a hulladék igenis érték. Ez igen, de ezeket a táskákat is divattá varázsolod hamarosan, hiszen gyönyörűek. Köszönöm, hát a célom az, hogy amellett, hogy újrahasznosított anyagokat használjunk fel, esztétikusak legyenek, funkcionálisak legyenek, strapabíróak legyenek, és megállják a helyüket úgy a hazai, mint a nemzetközi piacon. Tehát ez annyira funkcionális, hogy ha ráömlik, teszem azt az ásványvíz, vagy valami egyéb folyadék, az azért lepereg róla, hiába van papírból. Így van, tehát az évek során kitanulmányoztuk azt, hogy nem elég az, hogyha felhasználjuk úgymond a papírhulladékot, le kell kezeljük azt, ami azt jelenti, hogy egy nagyon-nagyon vékony védőfóliával kezeljük le a papírt, ezáltal tartossá válik, vízállóvá válik, és akár évekig is kiszolgálja a viselőjét. Csodálatos! Köszönjük szépen! Köszönjük! Én itt maradok a táskával a színpadon közben, de majd leviszem. Köszönjük szépen a manökeneknek is, akik bemutatták ezeket a csodálatos táskákat. Most pedig következik Jakab Andrá, illetve Jakab Andrá manökenje itt várom a színpadra. És a kis táskámmal én levonulok. Parancsoljatok!
itt láttak, az Jakab Andrá alkotásai. Parancsolj, kérlek szépen! Ez a három outfit korszetre alapozva lett kitalálva. Igen, így van, így van. Kérek ide egy manökent, közelebb. Köszönjük szépen. Kérlek, mutasd be ezt az outfitet. Hát, ahogy mondtad te is, a kiinduló alapdarabom az a korszet volt. Egy stílusban a 30-as, illetve 50-es éveket vettem, mint kiindulópont. Én próbáltam a korszettet egy új koncepcióba belerakni, tehát nem az, hogy most egy fehér nemű legyen, úgymond, hanem az, hogy egy külsőleg is egy nagyon nőies ruhadarabbá váljon. Emellett újrahasznosított anyagból készült, igazából second handbe vásárolt anyagokról van szó. Hú, de jó! Igen, hát számomra ez is fontos, hogy azért védjük a környezetet. Tehát lehet, hogy ez ilyen nagyon monotonnak hangzik, még nagyon... De egyre több fiatal figyel erre mostanság, és ez nagyon-nagyon értékelendő. Igen, emellett a póló az saját termék, úgymond, tehát, hogy a márkámból egyik termék, igazából Andrártos, és hát dekorációs elemként a gyöngyöket választottam, mert ez még egy ilyen nőiességet ad az egész outfitnek. Mennyire kényelmes, mennyire hordható, hiszen a korszetről azért tudjuk, hogy megfordulsz egy picit. Tehát a korszetről tudjuk nagyon jól, hogy abban ájultak el a hölgyek, ugyebár. Igen, igen, igen. 16. században. Igen, igen, pontosan. Hát én mindenképp a kényelmességet tartom szem előtt, amikor megtervezem a ruháimat. Tehát ezekben a korszettekben... Közben cseréljünk. Igen, amint kérlek szépen, cseréljetek helyet, igen, lássuk ezt is. Igen, amit látszik, ezekben nincsenek merevítő elemek, tehát hogy ami egy normális korszetben van, tehát egy hagyományos korszetben nincsenek benne ilyen merevítő drótok, vasak, tehát hogy ez tök kényelmes, és lehet használni a mindennapokban is. Ez is újrahasznosított, úgymond. Igen, így van, ez is egy second hand termék volt, amiből újrahasznosítottam. Igen. És úgy látom, hogy ez egyfajta alkalmi viseletként is hordható bátran. Igen, igen, így van, így van. Tehát, hogy a harmadik manöken kérem szépen, közben cseréljenek helyet, hogy tudjuk megcsodálni ezt. Igen, folytassad igen, nyugodtan. Igen, hát úgy gondoltam el a koncepciómat, tehát az a tervem, tehát hogy a különböző darabokat, tehát akár ezt a korszettet lehet venni egy sima farmer nadrággal, akár egy farmer szoknyával. De ez tül, úgy látom. Igen, igen, egy tül, tehát nagyon szeretem a tült, és ezt mindig felhasználom bármilyen kollekciómban is, és tehát mindegyik külön lehet hordani, tehát hogy úgy a tül részét is, úgy a korszettet is, és különböző outfitekhez lehet kombinálni őket. Mikor dolgozol a legszívesebben? Hogy van nálatok dizájnereknél, hogy ugyanúgy, mint a festőknél, vagy íróknál, hogy csak úgy jön az ihlet, és akkor alkotsz? Amúgy igen. Tehát, igen? Igen, tényleg úgy van, hogy amikor megcsap az ihlet, akkor úgy jön, és akkor nekiállsz, és rajzolsz, és tervezel is minden. Tehát én legtöbbször, amikor lefekszem, akkor így gondolkozok, hogy ez milyen jól néznek ki, és akkor a fejembe eltervezem a ruhákat, és akkor majd másnap vagy a hét folyamán lerajzolom, és akkor neki is fogok. Igazából. Hát csak gratulálni tudok. Köszönöm szépen. Gyönyörűek a korszetre alapozott outfitjeid. Tapsot kérünk Jakab Andrának. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen mi is. És már is készülődhetnek Márton Krisztina manökenjeit. Őket várjuk a színpadra. Thank you.
Márton Krisztinát hozom a színpadra. Közben. Köszönöm. Na, mesélj! Fáradj ide, kérlek szépen. Köszönöm. A reflektorfényben, hiszen megérdemlett, különösek és izgalmasak. Maradj itt, igen. Köszönöm szépen a figyelmet. Ahogy az elején is említettem, restaurátorként tevékenykedem. Marosvásárhelyen a Művészeti Liceumban tanultam design szakon a ruhatervezést, és hát egy gyerekkori álom valósul meg minden egyes ruhában tulajdonképpen. Később az egyetemet már Szebenben restauráláson végeztem, mert már akkor erős volt bennem a szándék, hogy a múlt emlékeit örökítsem tovább, azokat próbáljam meg a tudásom szerint óvni, és hát így ötvöződik a ruháimban is tulajdonképpen az... Igen. Igen. Egy picit maradjunk a restaurálásnál, mert ez így nagyon izgalmasan hangzik, hogy tulajdonképpen neked ez a szakmád. Te ezzel is foglalkozol? Igen, a Teleki TK-ban könyvrestaurátorként dolgozom. Na, egy picit erről mesélj. Most tudom, hogy nem illik a divat bemutató hangulatába, de ez nagyon izgalmas. Tulajdonképpen a könyvek sokat inspirálnak a ruháknál is. Egyrészt ott is nagyon sok érdekes technikát ismerhetek meg, ahogyan a régi könyvek készültek, kezdve attól, hát a textil tulajdonképpen ott is jelen van, mert ugye a fa alapú papír előtt rongyból készült a papír, úgyhogy a gyerekeknek mindig szoktam mondani viccesen, hogy annak idején nem a turkálókba vitték a használt ruhát, hanem a papírmalomba. Úgyhogy igazából még ott is megtaláltam a textil szálat. Természetesen az illusztrációkból is nagyon sokat inspirálódok. Tulajdonképpen nagyon sok kézműves részlete van a könyvkötésnek, rendkívül sok szép részlet, tehát ismerhetek így meg, tehát nap mint nap ezek közt a régi értékek között mozgom. És hát ez egy ilyen bűvös kör, azért lettem restaurátor, mert szerettem a régi dolgokat, ugyanakkor az új alkotásokban is mindig inspirálnak ezek a régi értékek. Azt mondtad, hogy családod van, családanya vagy, több gyerekes családanya. Mikor van időd még alkotni, még a hobbidnak is élni? Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagymamám is, aki ugye így dédmamaként nagyon sokat segít, meg a nagyszülők itt vannak mellettünk, tehát tényleg tapasztaljuk a több generációnak az együttműködésének a gyümölcsét, és így akkor ők segítenek, átvesznek feladatokat akkor, amikor alkotással szeretnék foglalkozni. Illetve a gyerekek is egyrészt ebben nőnek fel, és kicsikoruktól fogva alkotnak a maguk eszközeivel, ugyanakkor meg együtt örülnek, amikor egy-egy rendezvény jól sikerül. Na, lássuk a manökenjeidet. Kérlek szépen, fáradj ide, de te is, gyere, közelebb, ne húzódj el. Mutasd be ezt az alkotásokat. Igen, hát tulajdonképpen újrahasznosított anyagot láthatnak. Egy nagyon szép brokát mintás anyagot, nadrágot találtam az egyik turkálóban, és annyira megtetszett. Na ez az, igen. Hogy már akkor tudtam, hogy egy ilyen reneszánszos inspirációjú, fűzőszerű darabot szeretnék belőle készíteni, és ez az a szerencsés darab volt, ami már aznap délután elkezdődött, és meg is foganosult, ugyanis ez a szoknya is azzal a szándékkal került hozzám, hogy majd valamit varrok belőle, de azóta is hordom az eredeti formájában. Igen, tehát ez a tudatosság, ami ma hál' Istennek divatos, ez számomra is fontos. Próbálok odafigyelni az anyagok újrahasznosítására, illetve a tovább éltetésre. Egy-egy ilyen turkálóban is megtalálható darabon is rendkívül sok kézi munka van, sok egyedi részlet sok esetben, amit úgy érzem, hogy egy kicsit tovább viszünk azáltal, hogy a magunk alkotásában tovább éltetjük. Gyönyörű ez a ruha. És ez is hordható bárhol. Kérek szépen egy cserét, lássuk a következőt is, milyen gyönyörűség ez is. Itt egy vintage darabot is hoztam magammal, ugyanis a kis mellény, amit visel, az a mennyasszonyi ruhámnak volt a darabja, úgyhogy mindjárt 20 éves. Gyönyörű. A vintage gyönyörű. Is ugye most újra értékes. És restaurátorként jó ezt látni, hogy az emberek felfigyeltek a régi dolgok értékére, és ez a lelassulási szándék, az odafigyelés az egyedi részletekre, ez mind megerősítés számomra. És ezt próbáltam kombinálni itt egy magyaros zsinorozással. Ezt a ruhadarabot még nem én vartam, csak terveztem.
de nagy segítségemre volt egy olyan varrónő, aki utána nagyon sokat tanított nagymamámtól, és ettől a varrónőtől tanultam igazából a varrást. Uh-huh. De a zsinórozást, amint mondtad, azt nem te készítetted? Nem, azt csak az alapötlet volt, uh-huh. ugyanis nagyon szeretem ezeket a... Hát, népi, illetve később a polgári viseletben is megjelenő elemeket. Érdekes, megnézhetem ezt az... Ó, ez bársony. Igen. Nem tudtam eldönteni, hirtelen gyönyörű. Ezt te kombináltad össze itt az anyagokat? Igen, hát itt uh-huh. a bőséget szerettem volna elérni vele. Nagyon szép. Úgyhogy több cikkből készül, és hát van mit vasalni rajta. Lássuk a harmadikat is, fáradj ide, kérlek szépen. Igen, ahogy láthatják, ebben a kollekcióban a kontrasztot számomra a vékony felső test, illetve a bő szoknya adja. Tulajdonképpen a barokban is játszottak ezzel a kontraszttal, amikor nagyon vékony fűzőbe húzták a derekat. Itt viszont azt szeretném hangsúlyozni, hogy itt az én modelleim ilyen nagyon kis csinos hölgyek, viszont a fűzők állíthatóak. Korántsem azt szeretném ezzel üzenni, hogy ez az én szépségideálom. Őket nagyon szépnek látom, de úgy gondolom, hogy ugye nem a ruha teszi az embert, bár bizonyos esetekben azért az első benyomásnál nagyon sokat számít. Közben fordulj meg, kérlek, mert gyönyörű, és ne csak én csodáljam, fordulj meg, igen. Folytassad, kérlek. Tehát az első benyomásnál mindig számít, üzenni akarunk a ruhák által. Én is részben ugye az értékmentést szeretném üzenni, tovább adni. Másrészt viszont a szépségideálra visszatérve, úgy gondolom, hogy mindenki a saját alakjának megfelelően jó, hogyha választ ruhadarabot, nem pedig kényszerűen egy diktált formavilághoz igazodik. És úgy gondolom, hogy elsősorban a belső szépségből, a belső egyensúlyból sugárzik ez a szépség, amit itt a lányokon is látunk. Na hát én mindenkinek ilyen alkotót kívánok, aki ennyire figyel ránk. Köszönöm szépen, csodálatos köszönöm. Volt. Lányok, nektek is köszönöm. Tapsot kérek szépen Márton Krisztinának. Szépek voltatok. És akkor készülődhetnek Jánosi Ágnes Anikó manökenjei. Cseréljük a zenét, jönnek a manökenek.
Ágnes, tehát Jánosi Ágnes, Sepsi Szent Györgyi dizájnerrel érkezem a színpadra. Ő a modern, tudatos nőket célozza meg. Igen, hát az anyaghasználat, ami a legkarakteresebb ebben a kollekcióban, ugyanis len, kender, sejem és pamut alapanyagú öltözékekről beszélünk. Nagyon fontos számomra, hogy egyfajta természetesség tudjon megnyilvánulni a nőiességben, és a slow life, tehát az a fajta mozgalom, hogy a kevesebb több egyfajta mottója lehetne ennek a kollekciónak, hiszen arra próbálok utalni, hogy legyen egy pár darab öltözékünk, ami jó anyagminőségű, meg úgy van elkészítve személyre szabottan, ami minket képvisel, és akkor nincs szükség tömegtermelésre, meg egyáltalán állandóan vásárolni. Ágnes, én azt is olvasom itt rólad, hogy te büszke vagy erdélyi gyökereidre. Igen, és nem hiába költöztél te haza, vagy nem választottad azt a... Igen, úgy érzem, hogy legőszintébb, meg leghitelesebb akkor tudok lenni, hogyha a saját kultúrámból inspirálódok, és ez főleg a külföldi utamon erősödött meg bennem, meg a munkatapasztalatom alatt, és most legfőképpen a szimbólumokat tanulmányozom, a női archetípusokat, ezek hogyan jelennek meg a tárgyi kultúránkban, és a legutóbbi horgolt felsőben meg is jelennek ezek a szimbólumok, amikkel szintén utalni lehet most arra, hogy erdélyi, gyimesi, moldvai, gyergyói nagyon gazdag jelképrendszerünk van, és ennek el is szeretném mondani a történetét. Kérlek szépen! Most indul a weboldalam, és ott publikálom, tehát van egy napló, és van egy shop, tehát egy bolt, és a naplóban meg elmondom a történetét, hogy hol készült, kitől vásároltam az anyagot, ki szőtte, hogyan, milyen körülmények között készült, és hogy honnan van az inspirációs forrás. Tehát például a lennek az elkészítése, az legutóbb Kisbacomban dokumentáltam, hogy hogyan is történik, és hát számomra fontos, hogy egyfajta érzelmi kötelék alakuljon ki a tárgy, most jelen esetben az öltözék és a viselője között, mert akkor tudunk igazán értéket teremteni, hogyha tartalommal töltjük meg. És ennek az egész low life mozgalomnak is azt hiszem, hogy ez az alappillére, hogy mondjuk el a történetét, és minél mélyebben vezessük be a vásárlót, vagy a fogyasztót, vagy egyáltalán csak az érdeklődőt abba, hogy miről is van szó, meg mennyire fontos, hogy mivel vesszük körül magunkat, vagy mit viselünk. Ágnes, nagyon szépen, gyere cseréljünk helyet, és mutassuk be. Mutass be akkor ennek a ruhának a történetét. Kérlek igen, szépen. Hát itt ez most a karantén alatt készült, ezek a horgolt darabkák. Ki horgolta? Én meg édesanyám. Hú, de ezt és óriási munkának tűnik. Ez egy perui pamut különben, tehát nem találtam olyan minőségű helyi pamut alapanyagot, hogy kénytelenek voltunk onnan rendelni. Beszerettél Perúból pamutot? Igen, de ez most, tehát hogy igen, de inkább a minőségére próbálom felhívni az ügyemet, hogy ezek olyan öltözékek, amik ilyen prémium kategóriás alapanyagból készültek, tehát hogy a legjobb minőség, mert a lennen és a pamuton belül is sok kategória van, és nem szeretnék tömegtermelést, tehát ezt ki szeretném hangsúlyozni, hogy pár darab öltözéket szeretnék csak létrehozni, de az abban benne legyen egy történet, meg benne legyen egy minőség. Ez a lenni is, ezt Bukarestből rendeltem, de tehát hogy így Romániából ez is szintén a legjobb minőség. És bocsánat, ilyen, zárójelként azt mondod, hogy nem akarsz tömegtermelést elindítani, de hogyha nekem megtetszik ez a kreációt, és azt mondom, hogy én egy ilyet szeretnék, akkor még egy ilyet készítesz nekem például az én méretemre? Igen, 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 mindenképpen. Viszont szerintem az az érdekes alkotási folyamat, amikor a megrendelőnek is egy kicsit teret adunk, és belevisszük a személyes elképzeléseit, tehát hogy ez egy olyan oda-vissza munka tud lenni. Tehát, hogyha én rendelek, teszem azt tőled, akkor az olyan
spicceres hát lesz igen, az a ruha. Igen, mindenképpen tehát, akkor értem. Kíváncsi, tehát megnézem a ruhatárad, és akkor elbeszélgetsz velem. Elbeszélgetek veled, igen. Viszont, tehát hogyha egy pont ilyen szeretnél, akkor erre van lehetőség nyilván. Értem. Na, és félbeszakítottalak nem fejezted be a történetet, a perui. Igen, a szimbólumokra visszatérve, igen. Az alapanyagról kb. Annyit szeretnék elmondani, hogy minőségi alapanyagok, és nagyon természetesek a színek is visszafogottak. Ez az első olyan kollekcióm, ami kimondottan eladásra készült, mert eddig inkább ilyen látványkollekciókról beszéltünk az egyetem alatt, meg utána, tehát ilyen kifutókra készült öltözékek. Ezek a webshopra, Etsy-re eladásra készültek, tehát azért nem annyira arra a formabontásra, hanem a hordhatóságra, a ready to wear kategóriába tartozik, és... Hát ami még érdekes, a szimbólumok benne, tehát most... Például? Hát ez például egy szárnyas nap szimbólum. És ja, ez igen, egy, nem ilyen szépen látszik, remélem ez egy virág, ezek megjelennek úgy a hímzés kultúrában, mint a faragásokban, építészetben, tehát most jelenleg egy pályázaton dolgozok, a Nemzeti Kulturális Alapnak készítek egy kollekciót a női archetípusok témában, és ott kimondottan a szimbólumoknak ra fektetem a hangsúlyt, és ezen belül is a gyimesi és a moldvai szimbólumoknak az újraértelmezése kortárs öltözékekben, úgyhogy ez csak egy ilyen felvezető, hogy újra életszerűvé tudjanak válni ezek a tartalommal rendelkező szimbólumok, amiknek a kutatása elején vagyok, úgyhogy még a jelentésébe annyira nem mennék bele, mert eléggé hosszú, de hogy mindenképpen tehát hatással van az a fajta szimbólum, meg szín, amit magunkon viselünk, úgyhogy ezt tudatosan kell csinálni. Kiválasztani. Igen. De körülbelül ez a színvilágod, amit itt látunk? Igen, tehát a bézs, a szürke és a fehér. Most volt megrendelésem is, ilyen természetes alapanyagú festékekkel fogok még dolgozni. Csak hát nekem most ez a fehér volt, meg ez a krém, a bézs, ami úgy igazán közel állt hozzám, de amihelyt jobban ráállok arra, hogy megrendelésre készítsek öltözékeket, akkor valószínű, tehát már szóltak, hogy igény van arra, hogy fessek nekik, nem csak ebben a színvilágban, mert ezek inkább alkalmi öltözékek. Igen, nyilván. Igen. Nyilván. És akkor anyagot festesz, vagy csak mintát az anyagra, vagy... Hát akkor kimondottam mondjuk egy nadrágnak igen. való anyagot, az 2 méter anyag, vagy másfél, és akkor csak annyit festek, tehát itt... És a növényi alapanyagú festék, az meg mindig más, minden anyag. Jaj, mert más. Hogyha te csak a növényi alapanyagú festéket igen, ez most használsz. Nekem fontos, hogy a természetességre álltam rá. De nyilván vannak olyan kompromisszumok, amikor ha van egy szín, nem lehet kitérni a minden. Na hát ez nagyon izgalmas. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a manökeneknek is, és óriási tapsot kérek szépen a Sepsiszentgyörgyi Jánosi Ágnes Anikónak. Csak irigykedek, hogy a lányok mezitláb járhatnak a színpadon. Milyen jó lenne mezitláb. Készülődhet Frigy Nóra, illetve Frigy Nóra manökenjei. Hűha, ez már dinamikusabb.
még vonuljanak. És igen, ez volt, vagy ez, amit a színpadon látnak, Fridzs Nóra kollekciója. Gyere! Gyere bátran! Na, mesélj! Hát a kollekcióm címe Retro Kawaii, és azért ez a címe, mert két témát is tanulmányoztam. Az egyik a retro, 80-as, 90-es évek divatja, és a második pedig a japán street style-t. Ezen belül is két trendet tanulmányoztam, a vintage remake-et, ami kapcsolódik a retrohoz, és a colorful layering style, ami azt jelenti, hogy különböző anyagokat és színeket rétegezünk egy outfiten belül. Miért ezt választottad? Miért ezt tetszik neked ez a világ? Mindig is érdekelt így a japán és koreai divat. És a 80-as évek így retro stílusa is, így közel érzem magamhoz. Uh-huh. Te itt Kolozsváron végeztél? Igen. Igen. Mesélj erről egy kicsit. Hát, tehát itt alakult egyetem. Ki ez a stílus? Ez a... Igen, tulajdonképpen többnyire alapképzésen kezdtem így minél több koreai témát feldolgozni, és most így a diplomamunkámhoz így a japán felementem el kicsit. Úgy érzed, hogy ez most divat is egy kicsit? Nagyon sok fiataltól hallom, hogy például japánul tanul, vagy a koreai nyelvvel barátkozik. Úgy látom, hogy a divatban is megjelenik ez. Igen, szerintem most az utóbbi pár évben nagyon feljött a japán és koreai divat, meg a divathetek is, a Seoul Fashion Week, a Tokyo Fashion Week is. És akkor így ebből inspirálottam egy kicsit az ottani fiatalok, hogy öltözködnek. Ezeken az eseményeken. És szerinted miért vált ez izgalmassá most számunkra, európaiak számára? Vagy miért tört be hozzánk is ez? Szerintem sokkal színesebb és kicsit ilyen merészebb, mint az európai divat. Mm-hmm. Igen. Hát kérjük szépen ezt a gyönyörű rózsaszín kreációt. Fáradj ide, hogy csodáljunk meg, kamerák is jól lássanak, és kérlek, mutasd be. Ide tulajdonképpen egy ilyen műbunda kabátot álmodtam meg, ami ugyancsak nagyon gyakori elem a tokiói utcákon, pláne a Harajuku negyedben, ahol nagyon sok divatos fiatalt látni. És ez egy ilyen kis kötött szett. Bralett, jó, meleg lehet. Igen, kicsit inkább őszi-téli kollekció. És a retro vonalat úgy követtem, hogy ilyen bőszárú, magas derekú nadrágok, valamint ilyen retro mintás kabát. Ide jöhet a kabát is nyugodtan, hogy lássuk. És fontos. Gyere, nyugodtan, én csak egy mikrofont kérek szépen. Ja. Még, de mondjad nyugodtan. Ja, persze. Még így a részletekről annyit, hogy a napszemüvegek fontosak tulajdonképpen, amik ugyancsak színesek. De a kabátot még nem mutattad be teljes egészében. Itt egy képregényt látunk. Igen, ez egy képregény mintás kabát, és az a... Az érdekessége, hogy ez egy ilyen teljesen retro ilyen életképet mutat be. Aj, de jó. Egy részlet így a strandon, egy ilyen pár. Megfordulsz, kérlek? Tehát ez most ne haragudj, egy követhető képregény, vagy össze-vissza figyeltél, el is olvastad azt, amit itt ír? Nagyon jó. Honnan szerezted be ezt az anyagot? Ezt Budapesten vettem, vagy 3 éve. Retro darab. Meleg lehet. Na, lássuk, kérdezzük meg a manökeneket. És eddig még egyetlen manöken se szólalt meg. Hogy érzed magad ebben a szedben? Hát egy kicsit meleg, de amúgy jól érzem magam. Úgy, mintha én lennék. Jól érzem magam benne. Valóban tetszik annyira, hogy kimennél így az utcára, elmennél így bulizni? Hát kimennék az utcára, de egy kicsit szellősebb idő lenne, nem ebbe a melegbe. Én értem a meleget, de te is úgy látod, hogy ez egy hordható darab. Igen, hordható. Az igen. Ma mind olyan dizájnerekkel találkoztunk, akik hordható outfiteket készítettek, és hidd el, hogy én ezt nagyon értékelem. Na, lássuk te, hogy érzed magad itt. Mielőtt elájulnál a bunda alatt, megkérdezlek. Én nagyon jól, és tényleg... Én akárhova elmennék ebbe a szedbe. Ilyen merész vagy? Hát, bevállalósnak kell lenni. Ez igen. Gratulálok. Hol lehet téged megtalálni?
vásárhelyen. De milyen gyakran dolgozol, hogyha én felkereslek téged, és kérek tőled egy kevésbé merészet, mert mondjuk ebben nem mernék kimenni, akkor elkészíted nekem? Persze. Milyen gyakran készítesz el egy-egy ruhát? Hát így még a saját márkám annyira nem indult be, mert ez is inkább a diplomakollekció. Még nagyon fiatal vagy. Igen, és minden az elején tartok, úgyhogy... Hány éves vagy? 24. 24, hát gratulálok. Csupa ügyes, egyre ügyesebbek a mai fiatalok őszintén. Igen, félbeszakítottalak, tehát a saját kollekciód még nem indult be. Nem, az... de remélem, hogy hamarosan ért. Összejön, hogy ötletek vannak, úgyhogy már csak... Azt látom, hogy vannak. És azt is látom, hogy szívesen viselik a manökenjeid is. Hát nagyon tetszettetek, lányok, nagyon ügyesek vagytok, tehetségesek. Frigy Nórának egy óriási tapsot kérünk. Köszönjük szépen. Köszönöm. És már is lehet készülődni a cserére. Larker Nóra, a második Nóránk jelentkezik ma. Bátran lehet kezdeni. We'll be right back.
És amit itt látnak, azok Larker Nóra alkotásai. Nóra, kérlek szépen, ne szerénykedj, fáradj ide a színpadra. Szia! Igen. Üdvözöllek ismét. Tehát te idén végeztél a Kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem divattervezés mesterképzésén. Tehát te is nagyon fiatal vagy. Csak annak nézek ki szerintem. Na, mesélj! Hát a koncepcióm az a japán wabi-sabi esztétikán alapszik. Nem tudom, hogy kinek mennyire ismerős. Ennek a lényege az, hogy a régit és a természetes, bocsánat, még egyszer, a japán, nem wabi-sabi. Igen. Tehát a régit és a természetest azt tiszteljük, és becsüljük ugyanígy a hagyományokat. És ezt szerettem volna egy itteni szemszögből megjeleníteni. Ezért használtam nagyon sok házi szőttest, amiket még dédnagymamám szőtt, ezelőtt 100 évvel körülbelül. Hol sző, hol élt dédnagy? Etéden. Igen. Iha. Igen. És hát otthonról a láda fiából hoztad tulajdonképpen ezeket az anyagokat, szőtteseket. Újra hasznosítottam igazából, ez volt a cél, hogy felhasználjam ezeket. És miért találtál erre, vagy miért fontos ez számodra? Hát ezt a koncepciót az egyik tanárnőm mutatta meg nekem az egyetemen. Igen. És akkor tetszett meg, és akkor jöttem rá, hogy mennyire közel áll hozzám, annak ellenére, hogy nem ismertem, de hogy itt nálunk is van egy ilyesmi, a környéken érződik ez a wabi-sabi, annak ellenére, hogy nem japán. És ez érdekes nagyon. Nagyon érdekes, hogy a mai divattervezőket, fiatalokat, tehát inspirálja a távol-kelet, a távol-keleti világ, a távol-keleti divat, formák, színek. Igen, ez szerintem abból legfőképp a kimono az, ami meginspirálja a dizájnereket, mert hogy annyira egyszerű és annyira sokféleképpen felhasználható és szép, hogy nagyon sok elemet átveszünk így ebből. Kérem szépen ide az egyik manökent. Én egy picit sajnálom őket, megmondom őszintén, mert én nagyon is meleg van. Nem is tudom, hány fok van, de mutasd be ezt az alkotásodat. Hát ez az alkotásom szintén a kimonóból inspirálódott kicsit, az a vonal tulajdonképpen. Elől hosszabb, mint hátul, ha megfordulsz. És hátul van egy ilyen geometrikus elem, amitől kicsit érdekesebb így az egész. És ez is egy ilyen szőttesből készült igazából. Az alsó rétegekben pedig lehet látni ezt a kicsit égetett anyagot, amit én csináltam igazából, ilyen anyagmanipulációk által. Úgyhogy körülbelül ennyi. Közben hozok, meséljél nyugodtan, egy mikrofont kérek szépen. Én közben rájöttem, megmondom őszintén, hogy rájöttem, hogy én ezt a manökent ismerem, hogyha jól tudom, és nem tévedek, te is restaurátor szakot végeztél. Restaurálás szakot végeztem, és most restaurálásban dolgozom. Hűha! Tehát nem egy egyszerű manöken vonult itt fel, hanem egy szakértő tulajdonképpen, aki te... Mindig jóban maradnak. Kezdőre működnek. Uh-huh. Te művészként hogyan értékeled ezt az alkotást, illetve Nórának a munkáit? Én nagyon szeretem Nórának a munkáit. Én igen, tavaly is fel voltak rajtam a ruhá, és nagyon szerettem. És tényleg ilyen, nagyon ilyen, ugye, ilyen vagánynak érzem magam benne, mert úgy tényleg egy különlegesek a munká, és tényleg, hogyha az utcán ezt hordanám, valószínűleg sokkal magabiztosabb lennék, mint akár egy sima pólóban. Uh-huh. Tehát itt megint bejön a hordhatóság, igen, bár itt nehezebben elképzelhető, de hát itt merész jó, művészekkel. Nem nyári, igen, de hogy itt tényleg simán. Uh-huh. Vagy tavasszal. Mert hát itt egy meglehetősen vastag anyagról beszélünk. Igen, igen, ezt hétköznaponként hordani, meg amúgy elég kemény is maga az anyag, az nem egy legkényelmesebb, de van benne bélés, úgyhogy nem tudom, mágnes kényelmes. Jó, akkor igen, kíváncsiak vagyunk igen, erre kényelmes. Valóban, hogy kényelmes. Igen. Mert biztos sokan a nézők közül azt mondják, hogy hú, ez nagyon izgalmas, nagyon szép, nagyon jól néz ki, de én ezt hogyan hordanám?
Télen tudja, hogy hordom. Vagy, hát biztos, hogy megvan hozzá, szóval nem hétköznapi ruha, de hogy hordható. Nézzük meg, két mikrofonba próbálok folyamatosan beszélni. Nézzük meg ezt az alkotást is, ezt a sötét kék, itt háromféle vagy kétféle kék. Igen, itt az anyag, ez nem szőttes nyilván, de hogy itt is egy olyan anyagról beszélünk, ami nagyon textúrált. Ezért így a természetet juttatja eszedbe a fáknak a kérgét esetleg, és ugyanígy az alsó rétegeknél is nagyon sok textúrát használtam egyben. Megfordulsz, kérlek, lássuk, hogy hú, de jó, igen, mesélj, ez itt van a... Igen, hát hátul ez egy, igazából egy táska is lehet, át lehet alakítani, hogy várra teszed, vagy lehet itt a derékon is hordani, ez külön van. És hát van még egy táska. Hogyha megfogom a táskádat, ezt mutatom is, azt a másikat leveszed, kérlek, és megmutatod, hogyan hordható, hogy lássuk. Ezt közben mutatom, hogy ez is nagyon izgalmas. Egészen jó, hordható táska, könnyű is. Beszélek most arról, amit a kezemben tartok. Ebbe pakolni is lehet? Igen mikrofonba. Az amúgy ki van tömve, úgyhogy ezt oda is adom. Na, lássuk a másikat, hogyan működik. Hát ez nagyon egyszerűen csak húztam kicsit a pántját, úgyhogy... Tehát itt tulajdonképpen egy dupla funkciós alkotásról beszélünk. Igen. Harmadikat is lássuk, mert itt elcsendesedtünk a nagy csodálkozásban. Nagyon tetszik őszintén. Itt még a hajszín is talál az alkotáshoz. Hát ez a harmadik, ez szintén egy házi szőttes, ezt én festettem. Eredetileg feketére akartam, de nem sikerült. Úgyhogy lett ez a sokkal szebb, szürkés-kékes árnyalat. Hát a koncepciómban benne vannak ezek az eldolgozatlan szélek, amik kívül sokszor jól mutatnak, belül annyira nem. Úgyhogy, itt az eldolgozatlan széleknél bennem mindig feltevődik a kérdés. Valóban jól mutat, nagyon menő divat is, de hogy ez... Mennyire funkcionális? Tehát nem bomlik szét egy adott pillanaton túl az adott ruhadarab? Hát ezt nyilván gépben nem lehet mosni, de szerintem épp ez ad neki egy különlegességet, hogy ahogy hordod, úgy változik igazából, és úgy elfogy az egész. Te hogyan érzed magad ebben a ruházatban? Hát most per pillanat nagyon meleg van, de kényelmes nagyon, főleg a nadrág. És tetszik neked a színvilága, az összetétele, mert nagyon jól áll őszintén, csodás, még a hajadhoz is talál. Köszönöm. Hát igen, tetszik, mert ahhoz képest, hogy hideg szín, megnyugtat igazából, hogyha ránézel. Én közben nézem a sminkét is a manökennek, tehát a sminkesre nem fektettünk hangsúlyt, de hát nem tudom, mennyire látja a kamera, egy nagyon izgalmas smink van ezen a kis hölgyön. Szerintem majd meg fogom én kérdezni a végén, hogy kinek az alkotása ez a smink. Köszönjük szépen! Köszönjük. Nagyon szépek voltatok! Köszönjük szépen, akit a színpadon láttunk, az Larker Nóra volt. Óriási tapsot nekik. És köszönjük a kitartást a manökeneknek, hogy ebben az irdatlan hőségben kivírták ezeket a ruhákat. Tehát itt ezt a 8 plusz 1 dizájnert mutattunk be ma önöknek. Hamarosan a divat bemutató végéhez közeledik. És azért azt mindenképpen szeretnénk arra sort keríteni, hogy az Artwise-nak az eszmei kitalálóját, a motorját, a grafikus tervezőjét bemutassuk önöknek, aki nem más, mint Olá Ildikó. Tehát amit ma a színpadon láttunk, amit ma megcsodálhattunk, illetve az összes dizájner, akit összegyűjtöttünk ide, az az Ildikó munkája.
Szervusz, Ildikó. Köszöntök mindenkit. Mesélj, hogyan született ez az ötlet? Honnan ez az ambíció ilyen fiatalon, hogy ekkora fába vágd a fejszét? Azt nyugodtan hiszem, állhatsz előre is, hogyha a nap a szemedbe süt, vagy kényelmes legyen mindenképpen. Szóval azt hiszem, hogy a legnagyobb energiabefektetést úgy tudjuk bármilyen projektbe betenni, hogyha saját tapasztalat érzelmek társulnak mögé. Hát nekem ez saját tapasztalatból indult, hogy nem volt hely túl sok, ahol megmutathattam a munkáimat, és láttam, hogy nagyon sokan vagyunk még így az egyetemen, az évfolyamtársaim közül is, divattervező szakról, dizájnerek közül, művészeknél is, úgyhogy innen indult ez az egész, megkerestem azokat az embereket, akik ugyanezt tapasztalták, és ugyanazt szeretnék elérni, mint én, megmutatni magunkat a nagy közönségnek. És nem is csak a nagy közönségnek, inkább arra gondolnék, hogy a környezetünknek. Lássák a kolozsváriak, az erdélyek, hogy kik vagyunk mi, hogy itt is vannak értékek, és nagyon örülök annak, hogy nagyon sok tehetséges ember csatlakozott még mellém, tehát hogy lehet, hogy én találtam ki ennek az egésznek az alapját, viszont azok nélkül, akikkel a mai esemény során is együtt dolgoztunk, és előtt a backstage-ben. Hát ez kiderült, itt kiderült ez alatt a másfél óra alatt, hiszen kivételesen különleges dizájnereket, sőt a manőkenek is, tehát kivételes embereket sikerült ide egy fedél alá hozni. Úgyhogy én nagyon köszönöm a csapatnak, mert hogy nélkülük a mai esemény nem valósult volna meg. És nagyon hálás vagyok értük. Beszéljünk egy picit Bába Istvánról, ő az Artwise képzőművészeti vezetője, említsük meg őt is. Igen, főként, hogy megtekinthető a Bánfi Palotában közben egy kiállításunk is képzőművészeti, hisz a Reményik évben járunk, 130 éves évfordulója van Reményiknek, és ezzel kapcsolatban egy emlékkiállítást szerveztünk meg, ami látogatható 30-áig, hónap végéig. Nagyon kevés időnk maradt hátra, én egy picit itt közben a manőkenek nyugodtan sétálgassanak, hogy még ebben az egy percben megcsodálhassák a nézők őket, ide most egy picit legugolok, mert itt van itt a színpad mögött Molnár István, ő a marketing szakértő. Szia! Sziasztok! Mesélj egy kicsit magadról, mi a szerepet neked itt, azon kívül, hogy végig igyekeztél, figyeltél a zenére. Hát valóban nekem a szerepem elsősorban az, hogy hogyan tudjuk az Artwise-t minél jobban ismerté tenni, és ezáltal segíteni az erdélyi alkotókat, illetve igyekszem minden szervezési folyamatban segíteni. Tetszett ez a mai nap? Úgy érezted, sikerült? Tudom, hogy rengeteget készültetek, és nagyon oda kellett figyelni minden pillanatra, minden percre. Nekem ez a nap nagyon tetszett. Habár voltak nehézségek, de szerintem egy nagyon jó divat bemutatón vagyunk túl. Én nagyon élveztem maga az egész felkészülés, meg maga itt részt venni az eseményen. Így látom ezt én is. Remélem a nézőink is így látják, a közönségünk is, illetve a KMN televízió nézői is. Az Artwise tehát felfedezi, összegyűjti és inspirálja a tehetségeket. Köszönjük szépen, hogy ma velünk tartottak. Szép délutánt kívánok!